A Földelki Citara Zenekar és Páva Kör következik. Szeretném... megvárom, hogy lemenjenek a színpadról. Szeretném a földiákiakat felkérni. És szeretnék a földiákiak között köszönteni egy úriembert, akit úgy hívnak, hogy Vas István. Vas István volt a zenekarnak sokáig a vezetője. Abban az időszakban, amikor én a művelődési ház igazgatója voltam, nagy-nagy örömmel mentünk Földákra, és István bácsi, maradj itt mellettem, téged köszöntöttünk. Szeretném, hogyha ha megismernék, nem biztos, hogy sokan ismerik, vagy lehet, hogy sokan. Köszöntünk, hogy itt vagy körünkben. Szépen köszönöm én is. Örülök én is neki, hogy itt vagyok, mert úgy nézett, hogy nagyon nem jövök már többet. De most már itt vagyok. Köszönöm szépen. A Földelki Citara Zenekar 1974-ben alakult, 78-ban a Citara Zenekar megye kiváló minősítését kapta. 1984-ben megalakult a Páva Kör, ettől kezdve együtt gyakoroltak és léptek fel. Őrzik, mint ma is, a hagyományos citara muzsikálást, a tájegységek népdalait. A Páva Kör 1985-ben országos bronz minősítést nyert el, 87-ben pedig Csorváson díjat kaptak, Nivo díjat kaptak. 4 országos ezüst minősítést mondhatnak maguknak. Településükön, földeákon az ünnepeket színesítik. Hagyományosan jó hangulatúak a földeáki regionális népzenei találkozók, ahol általában 10 vendég együttes szokott szerepelni. A csoport minden hétfőn találkozik a művelődési házban, és ezek nagyon jó hangulatú esték. Újabb tagokkal is gyarapodott az utóbbi években a Citara Zenekar. Sokfelé járnak az országban, megyében kapcsolatot tartanak együttesekkel, Romániában is voltak többször fellépésen. Sikerrel szerepeltek az Egri Népzenei Fesztiválon, nagy elismerést váltott ki az Abasári Katonadalok Fesztiválján való fellépésük is. 2004-ben 30 éves munkájuk elismeréseként megkapták a Földeákért címet, egyben műsorokról CD és kazetta is jelent meg. Az együttes 2010-ben aranyminősítést ért el a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége által, a szervezet országos népzenei minősítő keretében. Közel 6 éve szoros barátság alakult ki a szerbiai kispiac népdal körével. Vezetőjük Szabó Sándorné, a műsoruk pedig vegyes népdalok, tehát különböző tájegységek népdalait fogjuk most hallani. Fogadják őket szeretettel. Ez a vonat, ha elindul, hajt, menj,
Thank you.
Thank you.